hogy újonnan nyírandó telekhez megyek. Ennél a teleknél még nem jártam. Tulaj elmondása szerint el szeretnék adni, úgyhogy valószínűleg több nyírásról nem is lesz szó. Ez egy egyszeri munka. A telekről annyit tudok, hogy 1200 négyzetméteres üres telek, egyedül egy épületnek a tükre van kiszedve, építőanyag, egyéb hulladék elvileg nincsen, a telek az enyhén emelkedős. Amennyiben kíváncsi vagy erre a munkára, akkor tarts velem, ha még nem iratkoztál fel a csatornára, akkor kérlek tedd meg, illetve úgy ítéled meg, hogy tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot. Amennyiben bármilyen észrevételed van, vagy tanácsod, akkor ezt kérlek a kommentmezőben írd le. Szívesen fogadom és köszönöm előre is. Tarts velem! Na, elvileg itt vagyok. Térdig ér a gaz. Itt van az alap. Kikövezve. Azon gondolkodom, hogy szerintem fűkaszával előbb a szélét körbe nyírom, és addig is lesz időm nézelődni, hogy hol van akadály, vagy bármilyen ott hagyott, eldobott bármi, ami traktorba kárt tud okozni. Nem tűnik vészesnek. A talaj az hepehupás. Ez viszont jó lenne kideríteni, hogy meddig tart a telek. Annyira nem triviális most így első ránézésre. Lehet ezek a vasoszlopok jelölik. Mindjárt megkérdezem a tulajt. Na hát, ezt kell lenyírni. Bízom benne, hogy a nagyját tudom nyírni a traktorral, és kaszálás az csak tényleg a fák körül, meg a szegélyeknél fog kelleni. Hát igen, térdigér van itt minden. Gaz, lucerna. Ez tavaly nyáron volt utoljára nyírva, ha volt nyírva. Jó sűrű. Jó. Telefonálok egyet. Aztán kezdem a munkát. Szerencsére jó sűrű. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain.
you'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, saying, turn them to a game. Take the best thoughts, saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Na, elfogyott a Damia. Szerintem hozom az üzemanyagkannát is. Tudom, próbálom, mert nem tudom már, még mennyi van benne. Hát, ismeretlen a terep. Ennek megfelelően lassan is haladok. De semmi extra. Vannak akadók. Ugye a szélét nyírom körbe. Középen majd a gépet akarom használni, a traktort. De szerintem nem lesz gond. Elég sok Damia megy el. Azért az ágok azok kajálják, viszik a Damiát. Hát ez van. Addig tartok egy kis pihenőt is. Legalábbis addig még újra töltök. Én úgy szoktam a Damit lemérni, hogy mennyit szoktam levágni, mennyi Damira van még összesen, hogy kihúzok egyet, fogom, és a kartávolság 1, 2, 3, 4, és 5-öt húzok, 5 kartávolságnyi. Hát ugye az én karom, én 1,80 vagyok, annak megfelelő karhosszúságnyi Damit vágok le, és akkor azt tudom, hogy az bele lehet, belefér, bele tudom tekerni gond nélkül. Na. Ja, üzemanyagkal mehetünk, bent hagytam. Jaj, ez egy jó idő, már reggel szemerkélt az eső. Most kisütött a napocska. Fogyott még ki az üzemanyagom a gépből, de szerintem már nem sok van hátra. Annyit megy, nem ér nekem annyira, hogy a gyalogolja könnyit. Igen, a végtestedzés ez a kaszállás is. Hát azért erős a növényzet. Tavaszias, mint a jó légdús, erős. Volt is esőzés mostanában, kapott csapadékok bőven. Jaj. Csak a bigák is vannak. Na, de hát ahogy múltkor mutattam,
Tehát ez 5 karhoz távolság, ennyi dramil. 4. Mindig ezt így kiszoktam egy kicsit ütögetni. Na. Megfelezem. Na de jól összegubancolódott, ezt úgy imádom. Hát azért fáradok. De majd bízom benne, kis traktoron kipihenem magam. Szóval így összefogom. Aztán így egyszerre párhuzamosan összefogva áthúzom, és akkor tudja, hogy meg van felezve. Nekem ez vált be, én így szoktam meg. Ezután pedig itt a nyíllal megegyező irányba feltekerem. Így, és a másik oldalt pedig a kis fülecskébe bepattintom, és akkor ez így megtartja. Na, nem be. Ez 3-mal is kördömil. Így, né. Ezt mindig leszoktam, ha látjátok, itt tele van szeméttel. Ezt mindig ilyenkor leszoktam így engedni, hogy kirúgja magát, ki majd belőle a szemét. És akkor jöhet bele. Először az alsót szoktam. Ezt ilyenkor lefogom így, kipattintom, beleillesztem, itt már azonnal nyomom bele, és itt alul meg belenyomom teljesen az aljára, és megakasztom itt az egyik ilyen fülben. Jön a felső, és kész is. Ezt is kicsit nem ártana kitakarítani most már. Így. Megy a helyére. És kész a damilcsere. És most meg tankolunk egyet. Én azt úgy szoktam, hogy előtte mindig így a kezemet lesöpröm, hogy a szálló az nem menjen bele, ami ott van. Na nézzük. Ha van még a száján, ezzel talán körbeértem volna. Most vettem a 100-as üzemanyagot. Jaj, de megy mellé. Írni. Hát két tankkal ezt el fog menni összesen. Így. És akkor ennyi. Folytatom tovább. Nézzük itt, aha. Jó, hát a dróthálót bontom meg. Na jó, a rombolás az megy. Így. Szuper. Na, leszedjük a kis traktort. Yeah.
az ide. Kivagyjuk. Jó, lámpa jól néz ki. Végeztem a telekkel. Szerencsére a kis doktor jól vizsgázott. A közepét gond nélkül le tudtam vele nyírni. A fűkaszával körbe nyírtam, ahogy elgondoltam, és akkor középen a maradékot meg a kis doktorra levágtam, a legmagasabb fokozatba. Az új ékszíj az bírta. Epehupás ez a telek,
de ilyen hatalmas fűcsomók nem voltak benne, úgyhogy nem fogta meg semmi a gépet. Hát a lehetőségekhez képest a legszebben próbáltam vele lenyírni, de hát nyilván azért a kisaktor elhagy itt ott, mert ugye négy kereke, ahogy éppen felfekszik a földre, talajra, annak megfelelően tudja csak nyírni. Ugye, hogyha egy szép sík területről lenne szó, akkor szépen megcsinálná, mint egy pázsitot, de hát itt ugye szó sincs ilyen adottságokról. Ahogy gondoltam még, mielőtt idejöttem, ugye itt a kőoszlopnál van a telek sarka. Mondta is a tulaj, hogy valahol van leütve karó. Hát karó nem volt, de ahogy itt végignyírtam szűkasszával, akkor láttam, hogy ott van egy 4x4-es szögvas. Úgyhogy ez a telek határnak a jelzője. Úgyhogy hát így sikerült lenyírnom. A háznak az alapja, vagy hát a tükre az le van murvázva, azon ilyen vastag kórók vannak, szerintem le lett nyomírtózva még tavaly, és annak a maradványai. Hát azért ette a hármas damé, de lusta voltam felrakni a kőt, pedig azzal kellett volna, úgyhogy ezeket azzal lecsaptam. Kisaktorral már felálltam, meg fűkaszát is felraktam. Ezek itt csalókák amúgy nem állnak, hanem le vannak nyílva, csak hát ugye nem daráltam össze a fűkaszával, úgyhogy ez csalóka. Úgyhogy megyek haza, mára ennyi. Tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és jó pihenést mindenkinek. Sziasztok!